Tudik valaki gitározni? Tamás, te úgy tudom, tudsz egy kicsit gitározni. Meg vagy lepődve. Mi mindig szoktunk valamit is meglepetést okozni. Ezt nem beszélt oda. Még azt sem beszélt, hogy meg vagy hova kerülni. Én SMS-ben megkérdeztem, hogy tud-e egyáltalán gitározni, vagy nehogy beégjek nagyon. Azt hitta vissza, hogy tud. Hát mondom, akkor készülj, meglepetés. Azt hitta vissza, hogy C-túrban kázik. Ja, azt hitta vissza, igen. Na, ennyit vissza. Tegnap előtt éjszaka, ugye tudják, hogy ez egy nagyon hirtelen szervezés volt, vagy 3 nappal ezelőtt. Kérdeztem, hogy tud-e gitározni, és visszahívta, hogy C-túrban bármit eljátszok, bármilyen hangszerem. Úgyhogy most meglátjuk, hogy tényleg tudod-e. Na viszont kéne nekem egy énekes is. Robi, ne bújj el! Kérlek! Kérlek, egy nagy tapsot kérlek szépen, hogy a vacsora után mit szólja, hogy a közös politikai gondolom, hogy mindenkinek akkor biztos mindenki elszakad. Nagyon-nagyon szépen köszönöm a tényleg csodálatos volt. És mi köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást, és itt is nézd meg, hogy mennyien eljöttek, és azt gondolom, hogy hát remélem azért ránk is kíváncsiak, de én azt gondolom, hogy sokat jelentett a te személyed, hogy ennyien eljöttek, és köszönjük. De szerintem egy olyan dalt, amit biztos, hogy Robi is ismer, ezért lehet bevállalni. És te is tudod esetleg. A Heaven-us álom a lefem, úgyhogy szerintem erre van a legnagyobb szükségem most az egész világnak. Izraelnek is, de itt mellettünk is nem messze, ugye Ukrajnának és mindannyiunknak a legfontosabb. Heaven-us álom a lefem. Akkor adjatok Robinak hangot, mert ezt ő fogja vezetni. Még nem tudja kezdeni. Oh,
Tamás! És mindenki